A biztonsági kamera felvételén jól látszik, amint az elkövető besétál az üzletbe és fegyvert ránt. A rendőrség információi szerint e mozdulat után a férfi pénzt követelt a takarékszövetkezet munkatársaitól, ők pedig a fenyegetés hatására nem ellenkeztek. Hogy a rabló mekkora összeggel távozott, nem árulták el az egyenruhások. A rablásból a takarékszövetkezettel szemközti üzletsoron semmit sem vettek észre. Lezártak az egész utcát. Az egyik bolt munkatársa azt mondja, a takarékszövetkezetben ez már nem az első, hanem a sokadik rablás. Megyeri Éva attól fél, ha egyszer valóban lövések dördülnek, akkor akár ebben az üzletben is megsérülhet valaki. Az optikus semmi különlegesre nem figyelt föl. Már csak azt láttuk, mikor egy színelázó rendőrautó bejött ide a kis közbe, és kommandósuhában rendőrök ki. Rohantak, majd betörtek, vagy hát bementek a takarékszövetkezet épületébe, és ennyi, igazából ennyit tapasztaltunk, az előzményeket nem. A rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban történt rablások elkövetőjét már bíróság elé állították a nyomozók, a hétfőn történt bűncselekmény elkövetőjét azonban még keresik az egyenruhások. A férfi a megszerzett pénzzel gyalogosan, vélhetően a Várkörút irányába távozott. A Székesfehérvári rendőrkapitányság nyomozói a rendelkezésre álló adatok alapján keresik az elkövetőt, eddig az adatgyűjtés nem járt eredménnyel. Az elkövető miután a pénzt és a fegyvert egy szatyorba tette, a Petőfi utca felé vette az irányt. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, vagy bármit tud jelenlegi hollétéről, jelezze azt a Székesfehérvári rendőrkapitányság nyomozóinak az 541-600-as telefonszámon, vagy a 107-es, 112-es segélyhívók bármelyikén.